Upi, two fantastic goals. Két fantasztikus gólt lőttél, a csapat pedig egy rendkívül fontos győzelmet ért el az MTK ellen. Ilyen egy tökéletes szombat délután. Yeah, very, very nice. Igen, nagyon jól sikerült a mai mérkőzés nekem, és hál' Istennek az egész csapatnak is. Ami a játékunkat illeti, nem ez volt a szezon legjobb találkozója, de így is elég jól teljesítettünk ahhoz, hogy magabiztos sikert könyvelhessünk el az MTK otthonában, és begyűjtöttük mindhárom pontot, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Remekül kezdtük a találkozót, hiszen már a 20. percben sikerült 3 gólos előnybe kerülnünk. Ezután valami történt, mert később már nem tudtunk olyan hatékonyan játszani, mint a meccs elején. De a lényeg, hogy megvan a győzelem, ez a legfontosabb. You arrived here in January. Januárban érkeztél a Puskás Akadémia FC-hez, és elmondtad, hogy szükséged van még egy kis időre ahhoz, hogy csúcsformával lendülj. Az elmúlt 2-3 meccsen már ezt a csúcsformát láthattuk, vagy még ennél is több van benned? Yeah, I feel good now. Igen, most már nagyon jól érzem magam. Azt hiszem, sikerült beilleszkednem, és jó játékkal, illetve gólokkal igyekszem segíteni a csapatot minden mérkőzésen, amikor lehetőséget kapok. Szóval igen, szerintem most jó formában vagyok, de még ennél is jobban akarok játszani a jövőben. Folyamatosan fejlődni szeretnék, és a lehető legjobban segíteni az együttest. Az MTK elleni győzelemmel bebiztosítottátok a nemzetközi kupaindulást. Az elmúlt fél szezon alapján, amit itt töltöttél, versenyképesnek tartod a Puskást az európai porondon? Igen, természetesen. A céljaink között végig ott volt, hogy szeretnénk kiharcolni az európai kupaindulást, és ez most sikerült. Úgy vélem, jó esélyeink lehetnek nemzetközi szinten is, de most egyelőre annak örülünk, hogy újra sikerült legyőznünk az MTK-t. This was really, really good.